Egyértelművé vált számunkra, hogy jó döntéseket hoztunk az elmúlt évben, hogy közösen léptünk fel az illegális migráció ellen, nem egymás kárára, hanem egymást segítve oldottuk meg a problémáinkat. A tavalyi összefogás jó eredményeket hozott, erre alapoztuk az idei tevékenységünket. Ennek megfelelően Szlovénia segítséget nyújtott Magyarországnak a szerb-magyar schengeni külső határ védelmére. A jövőbe való előretekintést azt mutatja, hogy jelen pillanatban van az Európai Unió keretein belül annak a jogi szabályozásnak a tervezete, amely a későbbiekben meghatározza azt, hogy hogyan kell védeni a külső határt, milyen módon kell részt venni a határ és parti őrségnek a felállításában, és hogyan kell kezelni azokat a menekülteket, akik már az unió határai belülre érkeztek. Nagyon fontos kérdésekről van szó, hisz ezek a jogszabályok, ezek a törvények a későbbiekben hosszú évekre meghatározzák Európai Unióban a menekült kérdést, meghatározzák a biztonsági kérdést, és befolyással lesznek a terrorizmus kérdésére is.